Na. Léci, legyen itt egy rohadt nagy mentőszlot. Nem tervezi. Úgy látom, hogy nem tervezi a mentőszlotot. Na. Ó. Ilyen szigony volt az Eldában is. Biztos mindenki hagyni fogja azt, mi csak úgy felvegyük. Én is azt gondolom. Jön a boss fight. No, hát nézzük, hogy itt mit lehet csinálni. Feltételezem, időszakosan elkezd majd emelkedni a víz. Sebez azért ez is. Elég rendesen. Ja, mondjuk nem ártana egy kicsit beboostolni magam. Ezt mindig elfelejtem, ezeket a kajákat megenni, azért ez elég sokat számít. Egyelőre nagyon nem gondolkodom. Zúzom, mint az állat, aztán majd kiderül. Mondjuk az első kör, az még nem szokott durva lenni. Az elsőnél, mindegyiknél azt hiszem, hogy király vagyok. Aztán rájövök, hogy nem. Aha. Most kéne platformot találnom, mert különben csúnyán megfulladok, vagy mi? Ó, jönnek ilyen csúnya nagy vízgolyók, jéggolyók, nem tudom milyen golyók. Ó, jaj, indul azért a sztori. Staminám az a multé. Érzem is. Ugye itt a rohadt állat. Mi lenne, hogyha mondjuk szétnyilaznám a fejedet? De itt arra nem nagyon van helyem, az a baj. Viszont az a jó, hogy ennél a területre hatónál is, ha éppen jókor dodzsolok, amit nem mindig sikerül, akkor még ez se sebez meg. Na, most már lassan vég lesz a második rundónak, és aztán csúnyán megszívom, amikor jön a harmadik. Aha, most jön a harmadik. Most fogok megdögleni. Na most az a baj, hogy jó sok izét elpazaroltam. Pedig ez rohadt jó lenne, ha sebezné ez a... A jó anyád! Ne szívass már! Aha! Kedves vagy, köszi! És most itt mit kéne csinálni? Szétlőni azt a izét? Lehet, hogy azt kéne csinálni, addig fogja, amíg nem lövöm le a... Pajzsokat körülő? Hát, de nem tudom lelőni, mert béna vagyok. Meg nem is az a baj, hanem az a baj, hogy ellőttem a normális nyílveszőimet, vagy köveimet. Ez könnyűnek minősül szerintem. Na, kidurrant egy lufi? Kidurrant még egy lufi? Hát királyság. Aha, tök kedves vagy. Rohadnál szét. Igen, ez a harmadik kör, erre mindig elmegy az eszük ezeknek. Mikor kéne, hogy sebezzem? Most nem azért a 20-as ér, mert nem jön ide soha. Hát ez szülye. Teljesen el van menve az agya. Ja, hogy ezek engem üldöznek. Aha. Akkor rohadjatok meg. De nem fogjátok ezt abba hagyni soha?
Jó, rohadjatok szét, akkor egyszerre találjatok el. Ja nem, nem fogynak el. Aha. Oké. Mindig új jön, ha kidúrant az előző. Na mi van, te csököd? Meghaltál? Biztos nem. Közben fogyott a HP-ját, nem nagyon figyeltem. Nem viccelj, elsőre kinyírtam. És most pofárugjuk a malaccal. Tűr! És eddig barátságos játék volt, és így lecsapjuk a fejét, és így véresen fröcsögve forog a levegőben. Eddig 4 pluszos volt a játék, és most hirtelen átváltunk 18 pluszba. Na, hát zsip-zsupsz lenyomtuk ezt a templomot és ezt a bosst. És akkor vihetjük vissza bácsinak a harmadik elemet. Ezt még gyorsan megtekintjük. És akkor ez is egy remek kis epizód volt. És akkor elvileg 3 terület kész van a kaküből. Ból. Jó, hát itt nagyon nem fogok már keresgélni. Hanem utcú neki, irány a bácsi. Na itt még azért lenne valami. Találkozok a bosszival. Hát majd találkozom egyszer, ha lesz kedvem. De most visszamegyünk a bácsihoz. Ja, igen, azt írta a Steam a főmenüben, hogy valami karácsonyi update van épp a játékban. És hát valóban itt a fő terület az bebusztolódott egy pár karácsonyfával. Super funny. Na bácsi, figyelj, megint találtam egy csomó izét. Ja igen, megint a szalamandrától vagy kitől sikerült egy... ilyen... treasure-öket találni. Mindig mikor legyakunk ilyen epic lényeket, abból kiszedünk valamit. És a bácsi azért ad szajrét. Az a baj, hogy amik most rajtam vannak, ezek elég jók, tehát olyan nagyon nem vágyom másra. Aha, ezt hogyha megölök valakit, akkor 20-at, de ez meg folyamatosan gyógyít, tehát így 20 másodperc alatt 20-at gyógyulok, akármi van. Jó. Már van 8000 ruhám, de most nekem jó, ami rajtam van, köszönöm. Ide rakom, jár érte valami? Most már nagyon jól áll a szöveg. Kinyitja nekem a... Ne viccelj! Kész lenne az oszlop? Biztos nem. Hát ez meglepő. És mulatságos. Na, 3-szoros damage-re van esélyem. Éljen király. Tök jó. Akkor gyorsan betesszük ezt a kavicsot a helyére. Ezt a harmadikat. És akkor elvileg kész a tüzes, a sivatagos vagy föld, ez a vizes terület, és akkor a negyedik lesz majd a levegő. Ez a boss, ez nem volt annyira kritikus. Melyik lehet a... ez lehet valószínűleg a víz, ugye? És az a lila lesz majd a levegő. Vagy nem. Kivel kell beszélni? Az az öreg, vagy a lány? Lehet, hogy ezzel a lányjal kéne beszélni még a szigeten? Valószínű. Az király lesz, mert azt misszoltam, akkor vissza kell mennem. Hát nem a bácsi. Úgyhogy akkor vissza a lánykához. Na, elvileg ez valahol itt állt, ahol bejöttünk erre a területre. Igen, szuper király. Mutatta is egyébként a küldetésikon, csak tehetséges vagyok. De most erre miért van szükség? Eddig nem kellett ezekkel külön beszélni. Igen, mi szereztük, ne vedd el, légy szíves, jó? Hmm.
Halló! Jó, és akkor most már használhatom? Remélem. És egyébként természetesen se a staminám, se a HP-m még mindig nincs kimaxolva. Összes többi már elvileg oké, okay, de ezek még mindig nem. Persze fogjon a staminám. Na, most már engedett betenni, öcsi? Igen. Jó. Akkor csak a hiánykával kellett még beszélni. Oké, tehát akkor a harmadik terület, ez a vizes terület is kész. Megcsinálva, és akkor már csak a szél erekjéje, vagy nem tudom, amuletje, vagy varázskockája kell. Ezt a területet még bezúzzuk. Itt nem állok olyan rosszul, itt elég sokat mászkáltam. Lényegében kettő torony hiányzik már csak, meg egy ilyen dungeon, úgyhogy az lesz a következő epizód.